11 évvel ezelőtt, 2009. augusztusában adták át a forgalomnak azt az új útszakaszt, amely tehermentesítette a Fürdő utca felső szakaszát. A mai nevén lapostelki utat a térképen zölddel jelöltük. Ez volt a nyugati elkerülő út első üteme, amelyet akkor 357 millió forintból építettek meg. A térképen pirossal jelölt szakasz az elkerülő út második üteme. Ezen dolgoznak most a kivitelezők. A korábbi egy kilométeres szakasz után most egy új 500 méteres út épül, ezzel lesz teljes a várost kikerülő kétsávos pálya. A Bajcsi-Zsilinszki és Vázsonyi út közötti területen részben már az első aszfaltréteget is leterítették, végeztek a szegélyezéssel és kiépítették a kapcsolódó utak kereszteződéseit is. A 140 millió forintos beruházás során kiváltják a légvezetékeket, a teljes szakaszon földkábelt építenek ki, lesz világítás, járda és zöldsáv is. A területen új csatorna rendszer is épült, a Bajcsi utcai csomópontban és itt a Vázsonyi utcai kereszteződésben pedig gyalogos átkelőket is kialakítanak majd. Az már jól látszik, hogy miként éri el az új út a utat, és azt is látni a felvételeken, hogy a járda is megújul, illetve folytatódik ezen a területen egészen a buszmegállóig. Az elkerülő teljes megépítésével jelentősen csökkenhet az óváros autóforgalma, hiszen közvetlen kapcsolat alakul ki szőlős felől egészen a 71-es főútig. Az autósok tavasszal vehetik birtokba az új útszakaszt.